December 7th. Doesn't make a I to about. Ma hajnalban a kapatok. I have a dream. Sziasztok! Sziasztok! Ez itt a Hihetetlen Töltőlem Podcast, én Andris vagyok. Én pedig Tündi. A mai adásunk témája pedig Robin Hood lesz és az ötlet pedig onnan jött, hogy nem tudunk sokat Robin Hoodról, viszont már láttunk pár feldolgozást, és arra gondoltunk, hogy utána nézhetnénk, viszont amit anyagot találtunk róla az interneten és máshol, azok alapján úgy tűnik, hogy a szokásoshoz képest egy kicsit rövidebb lesz ez az adás, de is próbáljuk minél több tartalommal megtölteni. Igen, tehát hogy ugye egy elég alak, és... Nyilván mindenki hallott már róla. Én először gyerekkoromban öm, találkoztam a történetével, és szerintem sokan láttátok a Disney feldolgozást. Egy iszonyatosan cuki mese, ahol Robin Hood egy róka, és tágbarát egy medve, egy medve, nem, Little John a medve. Mindegy, szóval ez egy nagyon aranyos, kis állatos mese, és öm, hát még mi, amikor készültünk az adásra, akkor... Tündi megnézette velem. Igen, mondtam az Andisnak, hogy nézzük meg. Nyilván nem ez volt a forrásunk, úgyhogy ne aggódjatok. <laughs> de amúgy így szerintem egy nagyon cuki mese. Én azt gondolom, hogy a nosztalgia értéke egy kicsit magasabb lehet Tündinél, úgyhogy felnőtt fejjel megnézve egy borzalom volt. De alig, ha nem, hogyha láttam volna öt évesen, én is szeretném ezt a mesét, de így utólag megtekintve... Hát nem tudom. Én mindenkinek ajánlom. Talán kezdjük azzal, hogy Robin Hoodnak a nevében, ugye benne van, hogy Hood, és ezt valószínűleg minden angolul tudó hallgatónk tudja, hogy a Hood az ugye ilyen csukját jelent, úgyhogy gyakorlatilag Robin a csukjás, így mondhatnánk magyarul, ennek ellenére ugye magyarul is ez a Robin Hood kifejezés maradt meg, vagy ezt használjuk. Ugye a sztereotípiák, vagy az ismert dolgok Robin hood kapcsolatban az, hogy ő egy törvényen kívüli ember, aki zöld ruhában jár, és ö, ugye mindig nála van a nyila, a tegze, hogy mondják ezt? Tegeze. Teges. Tegeze. <laughs> Igen, és a Sherwoodi erdőben lakik, és ö, van egy ilyen kis bűnvandája, de hogy ö, azért úgy gondoltad, hogy a köznyelvben szerintem úgy szerepel, hogy ő egy tiszta szívű ember, és ö, ugye a gazdagoktól lop és a szegények között. És a, nothing nothing -erni, nothing -erni? a tingemi. Ah, és a Natingemi serifnek pedig borsot tör az orra alá. Úgyhogy így, így híresült el, hogy ő ilyen kis jópofa kalandozó figura. Az általános történetben, amit mindenki tudott, van egy Marian nevű hölgy is, akiben beleszeret, és akit egy egyes történetek szerint egy íjász versenyen sikerül Véglegesen meghódítania, és mindezt úgy, hogy az adószedő és Aljas János király udvara előtt győz az írsz versenyen. Ö, és ugye igazából ez egy pozitív ö, figura így a, a köz, köznyelvben vagy így a köztudat, inkább úgy mondjuk, köztudatban, igen, a köztudatban jó kifejezés. Szóval hogy ő egy pozitív figura a köztudatban, viszont most utána jártunk, hogy tényleg ö, mi az igaz. Ez igazság a legendákból. És kezdjük talán azzal rögtön, hogy igazából Robin Hood személye egyáltalán nem is biztos, hogy létezett. A róla fennmaradt irodalom és szóbeszéd egyáltalán nem pontos, és a legendák évekkel azután íródtak, amikor az állítólagos Robin Hood valójában élt. Már maga a helyszín is kérdéses, hiszen egyes leírások szerint Nottinghamshire, mások szerint Yorkshire is egyaránt pályázik arra, hogy magáinak mondja a tolvaj fejedelem valódi lakóhelyét. Ugye az évek alatt számtalan legenda terjedt személyével kapcsolatban, így igen nehéz meghatározni, hogy mi lehetett az igazság. Robin Hoodot először egy 1362-ben íródott műben említették meg, a William Langland által írt Pierce Blomen látomás egy című verses kötetben. Az egész kötet egy apró említésre méltatja a későbbi hőst. Szerepel benne egy lusta és részeges szerzetes, aki még nem ismeri a Paternoszt, tehát a mi atyánkot sem, csak a Robin Hoodról és a Chesteri grófról szóló verseket ismeri. Ugye ez nem túl sok információ, de ebből azt feltételezhetjük, hogy már akkor is terjedtek egy bizonyos Robin Hoodról versek, és ugye az ő történetét gyakran jobban ismerték az emberek, mint mondjuk a mi atyánk imádságot. Tehát ugye valószínűleg egy népszerű és ismert alak volt már akkor is. Egy részeges szerzetes valószínűleg nem lenne elég info ahhoz, hogy most egy rakat Robin Hood filmet készítsenek, Úgyhogy az igazi legendák azok onnan származnak, hogy a 15. században több ballada jelent meg, ami Robin Hooddal foglalkozott. A legelső történet címe Robin Hood és a szerzetes barát, a legismertebb történet pedig a Robin Hood vendége című elbeszélés. Az elbeszélések szerint Robin egy kisbirtokos, aki akkoriban gyakorlatilag a parasztok és nemesek közötti társadalmi réteg képviselője, aki harcot folytat a csaló hivatalnokokkal, földbirtokosokkal és a korrupt egyházi szereplőkkel. Ezekben a balladákban már megjelenik maga a Little John is, aki Robin barátjával együtt a Sherwoodi, máshol pedig a Bensdéli erdőben bújik a sok hasonlóság mellett ezek a történetek egy szóval sem említik Robin Hood önzetlenségét és adakozó kedvét. Sőt, van egy ballada, amiben Robin Hood megöl egy fejvadászt, aki, aki igazából rávadászott, és le is fejezi az illetőt. Úgy hívják ezt az embert, hogy Guy of Gisborne. Igen, ez azért fontos, mert ez van olyan feldolgozás, filmfeldolgozás, amiben megjelenik ez a, ez a guy. <laughs> igen, tehát hogy, uh, igen ugye uh, Guy, Guy of gisborne uh, megölte és le is fejezte, és uh, ha ez nem menne elég brutális, akkor ezt a levágott fejet még össze is kaszabolta, hogy felismerhetetlen legyen, és aztán uh, megfújta Guy körtyét, ezzel jelezve a serifnek, hogy uh, legyőzte Robin Hoodot, tehát ez egy ilyen csel volt, majd felvette Gály ruháit, és a felismerhetetlen fejet magához vette, és bement a városba, hogy magát Gálynak kiadva kiszabadítsa Little john -t, aki a barátja volt. Ugye, aki közben egy börtönben csücsült. Mi egyébként egy filmben sem találkoztunk ezzel a történet feldolgozással, pedig van miből válogatni, hiszen nagyon sok Robin hood kapcsolatos film készült több mint 50 filmet sorol fel az egyik Robin Hooddal foglalkozó honlap, amit gyorsan át is pörgettünk, de így is láttunk érdekes címeket rajta, például a Sherwoodi szüzek címmel, ahol a Thailandi Survivor nyertese az egyik szereplő, az egyik főszereplő, és hát ő a borító is igazán csalogató, szóval bármilyen péntel szerkesztett borító megirigyelhetné. Hát igen, igazából a filmet ezzel promózták, hogy a tájföldi Survivor nyertese szerepel benne, szóval így, igazi celeb. <laughs> Úgyhogy nem láttuk a filmet, de akinek van felesleges másfél órája, az nyugodtan nézzen utána a neten. Hát ha egy iszonyatosan jó filmről van szó, csak nagyon elsikadt itt az évek, évek alatt. Egy másik történetben Robin Hood egy barátja egy ártatlan fiút ölt meg, hogy az nem, hogy feladja őt, és euh, még van pár ilyen történet. A 15. századi balladák alapján azt mondhatnánk, hogy Robin nem volt egy ilyen pozitív emberkép, tehát nem volt egy ilyen pozitív példa, hanem inkább egy ilyen Piti -tolvaj, aki jól bánt a nyíllal. Ennek ellenére a kora újkorban, mint hogy az emberek megfeledkeztek volna a fennmaradt történetek sötétebb oldaláról, és a korabeli majálisokon Robinnak öltöztek, vagy pedig rögtönzött színházi előadásokban emlékeztek meg róla. Ezeken az ünnepségeken jelent meg először Marian és Ták barát, mint a történetek szereplői, sőt további érdekesség, hogy még maga 8. Henrik és udvaroncai is zöldnek öltöztek ebben a korban egy előadásra, a király első felesége Aragónéi Katalin kedvéért. Arra pedig, hogy a történetben melyik azt, hogy Robin Hood egy keresztes háborúból hazatért veterán katona volt, arra egészen a 16. századig kellett várni. Egy skót író korabeli történelmi könyvében írta azt le, hogy Robin első Richard, az az oroszlán szívű Richard korában élt, amikor a király testvére János Herceg magához próbálta ragadni a trónt, amíg Richard a keresztes háborúban küzdött, és hát ő ebben a keresztes háborúban küzdött Robin Hood is, aki aztán később visszatért Angliába. De akkor most ez csak egy mítosz? Hát ő nem mítosz, hát az egész Robin Hood egy ilyen nagyon összetett, mindenhonnan egy kicsit kiragadók típusú történet. És az, hogy a keresztes hadjáratokban harcolt, az igazából nem a 15. századi balladákban, nem is hamarabbi történet, hanem csak a 16. 16. században emelték be a Robin Hood történetvirágba vagy történet körbe. Uh -huh. Hát érdekes. A 16. század után ö, egyre inkább elszaporodtak ezek a történet kiegészítések. Az Az útszélén bemutatott rövid történetek a lecsúszottabb rétegek számára volt leginkább inspiráló, hiszen Robin segítette a szegényeket és elvette a gazdoktól, ami nem volt a jogos tulajdonuk. Úgyhogy így a szegényebb emberek körében egy ilyen, hát egy ilyen, nem tudom, igazságosztó ö, kicsit nekem most eszembe jutott a viszki is hogy ő is igazán, jó, ő nem hozott azért a pénzét, uh -huh, de, a szerint, ő... de hogy ő sok kedvenc. De hogy is tény népi hűs, vagy nem tudom, tehát voltak, akik kedvelték, vagy nem tudom. Tehát valószínűleg vannak emberek, akiknek szimpatikus az, hogyha valaki egy gazdag embertől lop. Jó mondjuk egyébként, ahogy tudjuk, azért abban a korban tényleg a gazdagok nagyon brutálisan kizsákmányolták a szegényebb embereket, tehát hogy adók formájában meg meg nyilván nagyon nagyok voltak a társadalmi különbségek, mondjuk a gazdag nemesek és az átlagos emberek között, szóval ez nem annyira meglepő szerintem, hogy, hogy ellenszemesek voltak a gazdagok. Hát igen, ja. de mondjuk ami mondjuk kiderült itt a történetből, hogy ő, ugye a szegények kedvelték Robin Hood karakterét, de mint kiderült igazából az eredeti történetekben sehol nem említik azt, hogy ő bármikor is a szegényeknek adott bármit, vagy valamit ezt inkább ő csak később aggatták rá ezt a szerepkört. Hát olyan mint hogy Mátyás király is valószínűleg soha nem élt a ruhában az országon, de... Nem. de hogy rá ragadt ez a ez a és hogy az áruhás Mátyás, és ott is igazából, jó, nem ilyen Robin Hood sztori, de kicsit hasonlóak vannak, ugye egy csomó olyan történet van, amikor mondjuk a gazdag bírót, aki tanul, ítélkezett, így megbünteti, uh -huh. meg ilyes. Viszont szóval nekem kicsit most így ez is eszembe jutott. Uh -huh. Hogy azért ez így itthon Nekünk is van Robin Hoodunk. <laughs> a nagyon orru Robin Hood. <laughs> Na, még maga William Shakespeare is megjelentette Robin Hoodot két darabjában is. Az egyik a két feronai nemes és az Ahogy tetszik című vígjáték, amiben szerepel Robin Hood karaktere. Igazából neki nincsen szerepe, hanem az egyik szereplőt hasonlítják hozzá, aki szabad fordításban úgy él az erdőben, mint a jó öreg Robin Hood. Igen. Aztán 1883-ban megjelent róla az első gyerekkönyv, ami tovább segítette a legenda terjedését, a folyamat már megfordíthatatlan volt, hiszen ekkor már Robin Hood karakterét mindenki hősnek könyvelte el. És azért láttuk, hogy voltak itt azért lefejezős történetek is. A nyilazás kapcsán egyébként ki kell térnünk pár apróságra. Ugye az szok az a 12. században terjedt el igazán ez a harcmód Angliában. Akkoriban, aki a falu legjobb íjászának számított, az valószínűleg ott egy ilyen helyi sztár lehetett, tehát ott egy nagyon elismert dolognak számíthatott ez egy faluban. Nyilván régebben voltak ezek a falu versenyek, és hogyha ott valaki jól szerepelt, akkor valószínűleg mindenki felnézett rá, hogy ő milyen jól bánik a nyillal, tehát Robin Hood karaktere is ilyen lehetett. Ő viszont ő azt olvastuk az egyik forrásból, hogy az, hogy a hátukon hordják a tegeszt a, az ijászok, az gyakorlatilag az egy ilyen Hollywood ö, kreálta ö, mítosz, Kép. igen, mert egyáltalán nem praktikus, hogyha a ez a hátadon van, hiszen, hogyha gyorsan kell mozognod, és helyet változtatnod, és mondjuk szaladnod ö, valamilyen kizsákmányolás során, akkor könnyen kiesnek az íjak, hogyha ez a hátadon van, vagy beleakadnak az ágakba, szóval igazából egyáltalán nem praktikus, sokkal valószínűbb az, hogy ezt az övükön tárolták a tegeszt, és abból lőtték, de hát ugye manapság már csak olyat lehet látni, hogy az ember a hátán viseli. Ugye a mai versenyeken is így vannak a, a, az IS versenyeken a szerep, a az IASZ versenyeken a szereplők ugye a hátukon viselik ezt a tegeszt, de ott ugye nem kell mozogniuk, tehát egy helyben állnak és úgy céloznak, lőnek, tehát ez egy teljesen más szituáció. Hogyha valaki sprintel mondjuk a felszerelésével, akkor az nyilván más. A 12. században élő hősre az angolok gyakran használták az outlaw kifejezést, ami ugye azt jelenti, hogy törvényen kívüli. Ugye eddig korábban azt gondoltuk, hogy ez a törvényen kívüli kifejezés azt jelenti, hogy mert ez csak egy ilyen kifejezés arra, hogyha valaki ugye nem tartja be a törvényt, és bűnöző életmódot folytat. Viszont ez egy jogi kategória is. Tehát ennek van egy jogi jelentése, vagyis hogyha valaki... vagyis, hogyha valaki törvényen kívüli, ez azt jelenti, hogy rá nem vonatkozik a törvény. Szóval, hogyha elkapják, akkor ahelyett, hogy lefolytatnának egy tárgyalást, ahol ugye van lehetősége magát megvédeni, ehelyett, hogyha elkapják, akkor igazából rögtön meg is ölhetik, mivel nem számít állampolgárnak az ember, nem vonatkoznak rá a törvények. Törvényen kívülévé pedig úgy válhatott valaki, hogyha valami rosszat követett el, és nem jelent meg a tárgyaláson, vagy pedig megszökött az igazságszolgáltatás elől, és ez akkoriban nem volt egyáltalán ritka, mert az igazságszolgáltatás eléggé hajló volt, és, és hát gondolom voltak emberek, akik sejtették, hogy úgyse, úgy, úgyse fogják őket ártatlanak kitélni, és ezért inkább, inkább megszöktek, és akkor ezáltal törvények kívüliek lettek. Viszont az megint egy érdekes dolog, hogy egyik eredeti ballada sem említi azt, hogy, hogy Robin Hood miért lett volna törvényen kívüli, és ugye, ahogy azt korábban mondtuk, ugye azt sem említette egyik ballada sem, hogy, hogy Robin Hood a szegényeknek osztotta volna szét a vagyont. Tehát ezek alapján mondjuk azt mondhatnánk, hogy ha Robin Hooddal találkozik valaki, aki mondjuk a serif embere, akkor az akár ott rögtön megölheti, hiszen ő, mivel Robin Hood outlaw, ezért nem vonatkoznak rá semmilyen törvények. Viszont a paladák alapján inkább Robin Hood ölte volna meg, mert ugye jó nyilázott. Térjünk át ugye a Sherwoodi erdőre, ami szintén egy nagyon Robin Hoodos dolog. Ugye a Sherwoodi erdő az a Robin Hood legendában egy igen kiemelkedő rész, hiszen ott tevékenykednek, ott kapják el a gazdagokat, akiket kifosztanak. De hát az erdőt ugye Forestnek hívják az angolok. De akkoriban a Forest kifejezés nem csak egy erdős területet jelentett, hanem füves, vizes területet, de akár falvakat is ide soroltak, amik a király saját privát területének számítottak és elsősorban vadászatra használták. Tehát igazából nem csak az erdőt hívták Forestnek, hanem ez gyakorlatilag a királyhoz tartozó területeket ő nevezték így, tehát ez egy nagyobb területnek lehetett mondani. Mondjuk én ezt a vadászterületes dolgot sosem értettem a magyar népmeségben sem, hogy ő mindig elő, -elő az, hogy van a királynak egy erdeje, ahol ha te megölsz egy állatot, akkor rögtön ő Irgumburgum van. Viszont azt nem értem, hogy a királynak az erdeje az, hogyha öt évente egyszer jó, hogyha arra téved, és addig ő senki nem vadászhat az erdeiben, vagy csak az általa kijelölt emberek. Szóval ez nekem még mindig kicsit ilyen furcsa volt. Hát szerintem voltak hivatásos hivatásos vadászai a királynak, és akkor ők vadásztak, és akkor feltételezem, hogy ők vitték a zsákmányt a kastélyba. Uh -huh. Hát igen, ez is logikus, csak hát furcsa az, hogy a király területe, aztán lehet, hogy az életben nem vetődik oda, de mégsem teheted be a lábadatod, és nem csinálhatsz ott semmit, hiszen a királyhoz tartozik. Hát jó, de ez most is így van, hogy nem ez akárhol. Tehát, hogyha van vadászengedélyed, akkor sem lehetsz bármelyik erdőbe, és dövöldözhetsz. Jó, egyértelmű, csak mondjuk ez régen valahogy a fejemben az van, hogy sokkal szabadabb volt minden, de lehet, hogy én tévedek. Hát, Köszönöm, Timbi. Te <laughs> sajt tévedhetetlen, Andris. Ja. Na, de ezt a rendszert nem csak Andris, hanem a 12. századi emberek sem értették, és ők is bebetévedtek a királyi területekre, és hogyha rajta kapták őket, akkor nagyon szigorúan büntették ezt a tevékenységet. Még a 11. században első Vilmos angol király hozott egy törvényt az erdőkre vonatkozóan, amiben lefektette, hogy meg kell védeni a királyhoz tartozó erdő állatait és növényeit az idegenkezektől. A rendelkezés értelmében, hogyha például valaki kivágott egy fát, az akár azzal is járhatott, hogy az illetőt megvakították, vagy levágták egy karját, viszont hogyha valaki vadászott, akkor azért halálos ítélet is járhatott. Oroszlán szívű Richard és I. János király idejében a királyi tulajdonhoz csatoltak még több területet, így akik emberöltőkön keresztül egy helyen vadáztak, és az erdőből éltek, azok így könnyen megélhetés nélkül maradhattak. És erről nekünk eszünkbe jutott egy történet, egy, magyarorsz egy magyarországi történet, az északi határ mellett van egy település, Derenk, ami egy elhagyott falu, és mi itt voltunk már mert hogy érinti ezt a területet az országos kék túra. Igen, és mi kék túrázunk, és ez aktelekhez közel található a település, és ott is egy kicsit hasonló szituáció volt, vagy igen volt, mint ami, amiről itt is szó van, úgyhogy ezt... Ö... ezt most elmeséljük. Hát gondoltuk, hogy ezt bemeljük, mert egyébként szerintünk egyrészt érnek, és másrészt ö, kicsit hasonlít a szituáció. A itt a Servudi erdőhöz, hogy, hogy, hogy ki hol és nem. A Derenki településen, ami most egy elhagyatott település ilyen romházakkal, annak idején a török időket túlélték az ott lakók, viszont pár évvel később kitölt egy pestis járvány 1711-ben, és az elhagyott falut, ugye így a lakosság száma jóval lecsökkent, az eszterháziak lengyel hegyi parasztokkal telepítették be. A 19. század közepén 418 lakója volt ennek a településnek, aztán a horti korszakban minden megváltozott, ugyanis a kormányzó úr kedvelt vadászterületéhez, ami Szelce volt, oda szeretett azt a szercepusztai régiót szerette volna kibővíteni még inkább, ezt a vadász régiót, és azt tervezte, hogy ide medvéket fog betelepíteni, és akár ő, külföldi királyokat, kormányzókat meghívni, hogy együtt vadásszanak ezeken a területeken. Szóval szinte úgy, mint ahogy pár, jó pár száz évvel ezelőtt ő, történtek ezek az esetek. Trianon után, mivel ez a Dereng nevű település nagyon közel volt a határhoz, ezért ő, ezek az emberek elveszítették az erdeiknek a jó részét, viszont Horti kormányzó által hozott rendelkezés alapján pedig ő, nem vadászhattak többi azon a területen, amit megszoktak, hogy azokon a területeken vadásznak, és az biztosította a megélhetésüket. Úgyhogy egyébként egy idő után elkezdtek inkább a határon keresztül csempészni dolgokat, mert úgy látták, hogy abból inkább meg tudnak élni. Mindegy, a lényeg a lényeg, hogy ő addig fajult ez a helyzet, hogy 1940-ben igyekeztek a lakosságot rábírni az önkéntes elköltözésre, de mivel csak pár család költözött magától, ezért 1943-ban erőszakkal telepítették ki az ittenieket, és házaikat, templomukat lerombolták. A mai napig tartják az itt lakók a kapcsolatot, és minden év júliusában megtartják a falu helyén a derenki búcsút, de hogyha most elmegy oda az ember, akkor gyakorlatilag ilyen volt házak, ilyen gazdalbenőt benőtt helyét lehet csak látni. Ugye Magyarországon, a Kis Magyarországon nincsen olyan sok ilyen falu, amilyen elnéptelenedett és ő még látogatható, vagy látszódnak a, a régebbi romok. Mindenesetre ez a szituáció nagyon hasonlít ahhoz, ami Robin Hood idején lehetett, amikor a király úgy döntött, hogy hogy ő minél több területet ő, kiterjeszt, és ő minél több területre bevezeti ezt, hogy ott nem lehet vadászni azoknak, akik előtte ott vadásztak, tehát ő érthető azoknak az embereknek az elkeseredettsége, és ő, kilátástalansága, akik nyilván nem értettek azzal egyet, hogy a megélhetésüket elvegyék. Hát igen, és pont emiatt egyre többen választották, most visszatérve a Szervúdi-erdőhöz, egyre többen választották a, a kor emberei közül a törvényen kívüli életmódot, és egész sok törvényen kívüli szabadságharcos is felemelkedett ebben a korban, és ők híresek is lettek. Például az egyik a Kenshemi William, aki fontos szerepet vállalt abban, hogy leverje azokat a francia seregeket, akiket az első János királyjal elégedetlen bárók hoztak az országba, és gyakorlatilag arra törekedtek, hogy a franciák segítségével megdöntsék a királyhatalmát. William segítségével sikerült kiűzni a franciákat az országból, melyet a király azzal hálált meg, hogy nagy vagyont adott a korábbi törvényen kívülinek, és ezen kívül még nemesi rangot is kapott. Az ilyen és ehhez hasonló valós történetek adhatták az alapját a Robin Hood legendáknak, hogy ugye van egy törvényen kívüli, aki jó útra tért, hűséges lesz a királyhoz, és segíti őt, és így a végén pedig elnyeri a méltó jutalmát, tehát ez igazából egy hát nem tündérmese, de egy ilyen klasszikus, szerintem egyébként klasszikus mesét, Tehát ugye nyilvánvalóan nehézsorsú ember, aki a szívében jó, de aztán öm, történik valami, segít, és minden jóra fordul, és happy end. Tehát hogy tulajdonképpen Robin, Robin Hood legenda valószínűleg így, így alakulhatott ki. Igen, és most érkezünk el egy másik fontos ponthoz, ugyanis arról a Roger... Hmm. Hát nem tudom, Godberdről fogunk beszélni, akik ő, egyes történészek szerint ő, maga Robin Hood lehetett, hiszen nagyon sok hasonlóság van a, a, az életükben. Ez a Roger Godberd egy valós személy volt, tehát ő, róla tudjuk, hogy ő tényleg létezett. Roger Godbert a korvált törvényen kívülivé, amikor Edward Herceg ellen harcolt, aki az akkori angol királynak volt a fia. Ez a csata 1265-ben történt, de nem is ez az érdekes, hanem hogy Edvard Herceg nem más, mint Arany János antihőse, aki léptetett fakulóván és kivégezte a Velszi bárdokat 1277-ben, azaz pár évvel később. Tehát, ha igaz a történet, akkor nem csak Arany Jánosnak volt problémája Edvárddal, hanem már Robin Hoodnak is. Roger Godbert a vesztes küzdelem után a bitófa elől inkább elmenekült, és a törvényen kívüli életet választotta a Sherwoodi erdőben. Ott nagyjából egy száz főből álló csapatot szervezett maga köré, akikkel négy éven keresztül portja portyázott a közeli vidéken, míg el nem kapták. Azonban ő több Robin Hood feldolgozáshoz hasonlóan sikeresen megszögött a Nothing -Me kastélyból, később ismét elkapták, és nem lehet tudni pontosan, mi történt vele. Egyes vélemények szerint kegyelmet kapott, más feltételezések szerint börtönben halt meg. De ezek alapján Roger Godbert élete az nagyon hasonlít ahhoz a Robin Hood sztorihoz, amit ma ismerünk. Tehát, hogyha belegondolunk a történetbe, és 1265-ben Roger Godbert jobb akkor Arany János nem tudta volna megint a Velszibárdokat. Hiszen nem történt volna meg. <laughs> Oké. <Okay. gül> ha nem a baloldákat vizsgáljuk, hanem a hiteles történelmi dokumentumokat, akkor 1225-ből rendelkezésre áll egy bírói határozat, amiben egy bizonyos Robert Hod nevű embert ö, köröznek, kiadtak rá körözést azért, mert megszökött a börtönből. 32 shilling és 6 penny volt a jutalom, amit felajánlottak annak, a nyomra vezeti a, hát nem tudom, hát, hogy elkapja a rendőrséget, vagy elkapja, igen, ezt az, az embert. És ez mai, mai árfolyamon nagyjából fél millió forintnak megfelelő összeg. Ezért annak idején két lovat, vagy négy tehenet lehetett vásárolni, tehát, hogy ez egy biztos jó motiváció volt, hogy valaki elkapja a Robin Hoodot, vagy Robin Hoodot. Pár évvel később pedig egy másik hivatalos feljegyzés, egy William Robhod nevű törvényen kívüli emberről emlékezik meg. Ezeket a korabeli feljegyzéseket olvasva nem jutunk közelebb Robin Hood valódi kirétéhez, de arra lehet következtetni, hogy abban a korban a Rob Robin Hood kifejezéseket gyakorlatilag minden ismeretlen kirétű törvényen kívüli emberre használták, mint gyűjtőnevet. Tehát, hogy igazából ez egy ilyen, nem tudom, egy ilyen, ilyen olyan név volt, amivel, tehát egy ilyen jelző tulajdonképpen. Igen, tehát mondjuk, hogyha, tehát akik az erdőben mondjuk bevonultak, ott szinte minden embert, akiről nem tudták, hogy ki, azt mondták, hogy kis Pista helyett, hogy az Robin Hood. Mm. ez nagyon bután hangzik, de a történelmi források arra engednek következtetni, hogy abban a korban ez általános volt, hogy a, törvényen kívüléket ezeket a, ezen a területen Robin Hoodnak vagy Robin Hoodnak nevezték. Uh -huh. A kutatók a balladák alapján azt is megpróbálták rekonstruálni, hol hallhatott meg a híresség. Ezek alapján egy Kirklees nevű apátságban hunyhatott el, ahol utolsó kívánsága szerint Little Johnnak úgy mutatta meg, hogy hova szeretné, hogy temessék, hogy kilőtt az ablakon, egy nyilat, és ahová a érkezett, oda kérte, hogy eltemessék. Ha igaz a legenda, akkor az apáca főnök ölte meg, aki a sérülten odaérkező Robin Hoodot túlvéreztette a kezelés alatt. Az, hogy mi lehetett az indoka arra, hogy megölje, arra nincsenek sejtéseink, vagy az is lehet, hogy csak egyszerűen véletlenül halt meg ebben a túlvélesztetésben. Egyébként erről az jut eszembe, hogy amikor a spanyol náthás adásunkra készültünk, aztán még a második adásunk volt, akkor ö, több forrás, vagy volt olyan forrás, ami ezt felhozta, hogy a 19. században visszamenőleg, vagy még régebben ez a túlvéreztetés vagy ez a fölvágjuk, vagy elvágjuk a ezt hogy is mondják. Hát amikor az ereket felvágták, és uh, ez eh, nem is túl inkább kivéreztető. Igen. Nem? Nem. ugye a vérből, tehát, hogy azt hitték, hogyha így kivéreztetik az embert, nyilván nem teljesen, akkor, akkor gondolom, távoznak a... Igen. A, a tehát szinte a, a, azokból a forrásokból az arra lehetett következtetni, hogy régen, hogyha fájt a feje valakinek, akkor vágjál eret rajta, és akkor yes. majd jobb lesz neki. Hát igen, és akkor én feltételezem, hogy akkor mi nem biztosították, hogy mi a különbség a véna és az artéria között, szóval hát biztos voltak én. itt ilyen csúnya Akkor betesség. lehet, hogy az főnök nő, ezt nézte el. Nem tudhatjuk. Ezt már valószínűleg nem tudjuk meg. És ugye ennek az apátságnak egy bizonyos része még ma is létezik, de a környékének közelében nem található sírhely, vagy legalábbis nem egy nyíl és nyíl az apátságtól. Nem sokkal messze viszont van, amit sokan Robin Hood nyughelyének feltételeznek, és egy kis kővel meg is van jelölve, és körbe van véve kerítéssel. Magánterületen van, és hát igazából a helynek szakrális jellege is van, ezért nem lehet leásni, viszont a rodaros vizsgált alapján semmi sem, S tehát nincs semmi a, föl, a földben a kő alatt, úgyhogy valószínűleg nem ott nyugszik Robin Hood. Azt, hogy meghatározzuk, hogy pontosan hol nyugszik Robin Hood, az csak bonyolítja az a helyzet, hogy pár év elő állt egy történész egy olyan elmélettel, miszerint az 1600-as években volt egy rajz, ami Robin Hoodnak a sírkövét ábrázolta. Viszont ez a sírkű, ez nem az apátság közelében lévő sírkű, hanem egy Luxley nevű helyen lévő sírkőre mutat, vagy azzal egyezik meg ez a rajz. És mint tudjuk, vagy akik ö, láttak már egy-két Robin Hood filmet, azok tudják, hogy ö, Robin Hoodot egyes történetekben Luxley-nak is nevezik, ö, aki az ottani ö, földes úr. De hát ö, egyes források szerint ez a történet igencsak megkérdőjelezhető, hiszen elvileg a 18. században valaki ezt a sírkövet meghamisította, és utólag lett oda téve. Tehát a lényeg az az, hogy nem tudjuk, hol fekszik, nem tudjuk, ki volt Robin Hood, de mégis nagyon sok mindent feltételezünk róla, de valószínűleg az igazságot sosem fogjuk megtudni. Minden esetre a, az emberek fejében úgy él, mint egy jóságos Fejvadász. Hát egy ilyen hűs. De egyébként van még egy elég meredek feltételezés Robin Hoodról. Egy történész gondolta ezt a, a elméletet, hogy... És Robin... talán nélkül nem is lenne kerek a történet, nem? Igen, ez alapján, tehát, hogy ő azt gondolta, hogy Robin Hood meleg volt, és így a társadalom kitaszította őt magából, és az erdőbe menekült, ahol pedig Little Johnnal szoros barátságot kötött. A kutatás során azt hittük, hogy közelebb fogunk kerülni az igazsághoz, és világosabb lesz számunkra, hogy valójában ki lehetett Robin Hood. Minden esetre elég sok mindenről beszéltünk, és ezek alapján már ti is láthatjátok azt, hogy ő egy csak összetett története van Robin Hoodnak. Valószínűleg sosem fogjuk megtudni az igazságot. Minden esetre reméljük tetszett nektek ez az adás, és hallgassatok minket legközelebb is. Addig is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Sziasztok! A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplecast.com-on. Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk érdekes törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlen e-mail e címen, hogyha esetleg és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban. A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcast és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok!